ön számára a székely gazdaság? Én tiszteletbeli székely vagyok. 1974-ben jártam először végig Székelyföldet. Én azt gondolom, hogy minden magyarnak a lelkében van egy kis székely életérzés darab, kell, hogy legyen. Összeköt a sorsunk, és minden. Mindig figyeltünk egymásra, mindig segítettük egymást, és most, amikor már Európai Uniós tagállamként könnyebben tudunk a határokon mozogni, amikor ugyanúgy meg tudjuk magunkat szervezni, hogy a tudást átadjuk, az információt átadjuk, ne átadjuk, cseréljük, osszuk meg egymással, segítsük egymást, jó megoldásokat találjunk. Ez szerintem, számomra ez azt jelenti, hogy egy öröm, egy boldogság, amikor látom, hogy a honfitársaim boldogulnak. És milyen az együttműködés a székely gazdákkal? Csodálatos. Ha röviden akarom megfogalmazni, ha hosszabban, akkor azt mondom, hogy 20 évvel ezelőtt indítottuk el a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Együttműködési Fórumát. A székely gazdák meghatározóak voltak ebben ezen a területen, ebben az összefogásban, és lassan 6 éve annak, amikor először leültünk, hogy a falugazdászokat egy egységbe vonva olyan szervezetbe hozzuk össze, hogy minden falugazdász ugyanazt az információt, ugyanazt a lehetőséget kapja meg az anyaországból is, meg az itteni kormánytól is, hogy még jobban tudják szervezetten segíteni a székely gazdákat. Ez teljesült. 5 évvel ezelőtt ültünk le a három nagy székely megye elnökével, Bece István barátommal közösen, egy fél éjszakát tárgyaltunk, és ma azt tudjuk mondani, hogy egységes irányítás alatt van a falugazdászhálózat, és ez a székely gazdákat segíti. Rendben, köszönöm szépen!